Tudták, hogy a torna az egyik legrégebbi olimpiai sportág? Mi magyarok pedig igen sikeresek voltunk benne már a kezdetektől. Sőt, manapság is serénkednek komoly tehetségek a hazai tornatermekben. Itt van mindjárt ez a kackiás legény, Gál Róbert, aki sok sérülés után sem adta fel, és megszerezte az olimpiai kvótát. A tatai edzőtáborban beszélgettünk a közel egy évtizede együtt dolgozó Vereckei Gál párossal. A pekingi úton hol tart most, Robi? Egyelőre a terveknek megfelelően haladunk, megvannak talajon azok az új elemek, kézbe vannak, amiket terveztünk. Egy kötést csinálunk meg, ami ugye nekünk nagyon lényeges, mert az jól fizet, ami a pontszámot illeti. Ott sem állunk rosszul, tehát ahhoz, hogy február eleje van, ahhoz képest jól állunk. Úgy gondolom, hogy sikerül azt a gyakorlatot megcsinálunk, amit terveztünk. Tehát a terveknek megfelelően haladunk. Robinak, bár az olimpia a fő cél, most az EB-re készül. És hogy miért? Ez egy szubjektív sportág, ahol érdemes jó benyomást tenni a bírákra. Hogyha fináléba tudok kerülni, ami cél, akkor ott a bírók már szintén megjegyeznek. Talán már egy kicsit régebb óta láttak, mint kellene, de ebben az első fél évben az olimpiáig rengeteg versenyem lesz nemzetközi szinten, és így megpróbálok sorra-sorra jó eredményeket elérni, hogy ismét tudják, hogy még kell velem számolni. Az Európa-bajnokságra egy nagyon kicsivel gyengébb gyakorlattal készülünk még, de talán olyannal, ami ott finálé esélyes lehet. És ez egy 16-4 körüli kiinduló pontszámot jelent, és az olimpiára próbálunk még fejlődni egy vagy két tizedet, mert ugye azért ott még kiélezettebb lesz, és minden tized számít, úgyhogy az Európa-bajnokságon egy új elemekkel beépített gyakorlat lesz már, és az olimpián remélem ezt még tökéletesebben sikerül majd végrehajtani. Ez, ami Robiban a legnagyobb erősség, akár mint tornász, akár mint személyiség. Én úgy gondolom, hogy ő ugyanúgy aktív részese egy gyakorlat tervezésének, az új elemek megtanulásának, mint az edző, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Nagyon jól tudja, hogy eléggé önkritikus, hogy hol tart, és én úgy látom, hogy ő már annak idején is egy profi, tehát aki tudja azt, hogy egyen, hogy táplálkozzon, hogy készüljen föl, mire van szüksége, mikor mit tud bemutatni, és ami egy nagyon-nagyon nagy erénye, az, hogy nagyon jól tud koncentrálni egy adott versenybe. Robi nem sokára 29 éves lesz. Már tervezgeti a sport utáni jövőjét is. De most mindent megelőz a pekingi olimpia. Most még elsődleges a jó szereplés az olimpián, és tényleg próbálok úgy minden nap fölkelni, hogy így napról napra arra gondolni, hogy mivel tudom, hogy ez lesz az utolsó olimpiám, így hozzáállni a dolgokhoz.